Elérkeztünk az év utolsó bemutatójához, amelyben mindig egy nagyon különleges régi készletet szoktam választani, és hát most a választásom a közel 10 éves 2014 februárjában megjelent Simpson készletre esett a választásom, úgyhogy a mai adásban ezt fogom nektek bemutatni, ez itt az Épp Ist Fel, vágjuk is bele! Már elmondtam nektek, hogy mikor jelent meg ez a készlet, de gondolom arra is kíváncsiak vagytok, hogy vajon mennyibe került? Akkor ez a készlet a megjelenéskori ára ennek a szetnek 64 ezer forint volt, és hát most, hogyha meg akarjátok venni ezt bontatlanul, mint ahogy én is megvettem, hát több mint 200 ezer forintot kell érte fizetni, én is 500 plusz dollárt fizettem ezért a készletért. Fönt Lego The Simpsons feliratunk van, itt vannak a jól ismert karakterek, még Matt Groeningnek is az aláírása látható, 12 pluszos, 71006-os, The Simpson House és 2523 darabos ez a készlet, és természetesen a jól ismert figurákat is megkapjuk itt a sorozatból. Majd, hogyha megfordítjuk, akkor látható, hogy ez egy olyan épület, amit ketté lehet nyitni, és úgy meg tudjuk nézni, hogy kinek milyen szobája is volt. Még itt van a garázs is, és hozzátartozó egyéb kiegészítők is, még az autót is összebírjuk építeni. Kíváncsi vagyok rá, úgyhogy bontsuk is ki. A csomagban összesen 20 darab számozott zacskó van, és nagyon pici matricaívet is kapunk hozzá. Én ennél sokkal többre számítottam, úgyhogy ez meglepő, hogy csak ilyen kevés van benne, és 3 darab összerakási füzetünk is van, amik nem túl vastagok. Érdekes módon itt nem olyan vastag összerakásit kapunk, viszont érdekesség van az egyiknek a másik oldalán, vagy itt a hátoldalán, régi korabeli Creator Expertös moduláris épületeknek a reklám, és sajnos semmit nem tudunk meg Simpsonékkal kapcsolatban, de ne aggódjatok, az összeépítési szakaszra még megpróbálok elég érdekes információkat összeszedni ezzel a sorozattal kapcsolatban, úgyhogy összeépítem, és megnézzük a részleteit. Ebben a készletben összesen 6 darab minifigura található, és ezek közül rengeteg egyedi készítésű van. Mondjuk az nem is túl nehéz, hiszen az egész Simpsonos termékcsalád hát nem olyan sok készletet élt meg. Ezen kívül még van egy a Quickie Mart, meg volt 2 darab gyűjthető minifigura sorozat, úgyhogy nem meglepő, hogy vannak itt egyedi készítésű minifigurák. Természetesen először is itt van Homernek a minifigura változata, aki egyébként egy egyedi készítésű torzóval érkezett, sőt nézzétek meg, még azon a kis ingen látható a kis kitűzője, pontosan ugyanazzal az arccal találkozunk ott is, mint a minifigura esetében. Kezében ott van a táskája, és nem minifigura fejjel találkozunk, hanem egy ilyen egyedi készítésű, pontosan úgy kinéző Homer fejjel, mint ahogy a mesében is láttuk. Sőt, annyira úgy néz ki a minifigura feje, mint a mesében, hogy hátul még ez a kopaszodó rész is a haján látszódik, sőt a feje tetején ez a két kis csíkhajszál is ugyanúgy észrevehető, és azért is egyedi ez a fej, mivel a gyűjthető minifigurák között is természetesen ott volt Homer, és a másik készletben is, viszont nem ezzel a reakcióval, hát nem ezzel a szemfestéssel érkezett, hanem egy picit máshogyan nézett ki. Következő karakterünk March, aki ugyanúgy egyedi készítésű ehhez a készlethez, mind az arc reakciója egyedi, és mind a torzója is egyedileg készült ehhez a szethez, és nézzétek meg, van egy ruha kiegészítője, a szoknyájának egy részét ruhából kellett rárakni, és egyébként ő is egy picit így
oldalra néz ki, és egyébként egy hatalmas minifiguráról van szó, hiszen ténylegesen ugyanúgy el van túlozva a haja, mint ahogy a mesében, és aztán itt van a Bart karaktere, aki megkapta a legkisebb lábat, látható, hogy egy rövid gatya van rajta, meg egy kék cipő, piros felső van rajta, és egyébként az ő reakciója is kicsit más, mint a gyűjthető minifigurák esetében, hiszen itt is egy kicsit elnéz az egyik irányba, de ő is egy ilyen nem normális minifigura fejet kapott, hanem pontosan ugyanúgy néz ki, mint ahogy a mesében. A készletben megtalálható Liza is, aki ugyanúgy, mint az anyukája, ő is egy ilyen ruha kiegészítőt kapott, egy ilyen ruha szoknyát kellett rárakni a legkisebb lábra, piros cipője van, és alatta piros kis, hát rövid gatya kiegészítő, piros felső, ott vannak azok a nyakláncok, és az a jellegzetes Liza arc itt is megfigyelhető, és hát végül itt van Maggie a legkisebb, aki egy ilyen egybefröccsöntött testet kapott, kék színű, egy ilyen világos kék színt kapott hozzá, és természetesen a jellegzetes cumi és a masni sem hiányozhat a fejéről, és a szomszédjuk is jelen van ebben a készletben. Itt van Ned Flanders, aki ugyanúgy, mint Homer, itt is egy egyedi készítésű torzót kapott, egy ilyen köténykét kellett rárakni, ami egyébként még rálóg a lábára is. Van egy kis kiegészítő a kezébe, amivel egyébként a frences készletekben találkozhattunk, és egy Ned Flanders fej, ami hát pontosan ugyanúgy néz ki, mint a mesében. Na most az építésen kívül itt vannak azért egészen érdekes dolgok is. Láthatjátok, hogy kiegészítőkben bővelkedik ez a set. Először is van egy pici postaláda, aminek az elejére egy kis levelet is bele tudunk rakni. Van 2 darab napozó ágy, amihez tartozik 2 darab pohárka is, amibe cseresznyéket kellett rakni. Van itt egy taliga, van itt egy talicska, amiben 2 darab növénykét is, akár egy ásót is bele tudunk rakni, viszont ami érdekes rajta, hogy rá van matricázva az, hogy Property of Ned Flanders, tehát Ned Flandersnek a tulajdonában van ez a taliga, ami még a készletben elég sűrűn elő fog fordulni, úgyhogy jó pár helyre fel kellett ragasztanom ezt a matricát, és ha már a matricáknál tartunk, az fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ebben a készletben ugye van egy nagyon pici matricai, ami annyira nem vészes, viszont nincsenek számozva. Nem is emlékeztem rá, hogy a régebbi készletekben matricák nem voltak számozva, hanem csak így nagyjából oda volt rajzolva, hogy hogy néz ki a matrica, viszont annyira kicsi felbontása az összerakásiból, hogy nem minden esetben biztos, hogy melyiket is kell rárakni, nyilván ki lehet azért következtetni, de egyáltalán nem volt még megszámozva annak idején. A matrica, ez is egy kicsi érdekesség ezzel a régi készlettel kapcsolatban, aztán kapunk Barthoz is egy kiegészítőt, itt van a zöld gördeszkája matrica kiegészítővel a tetején, és hogyha már Barthnál tartunk, és a gördeszkájánál van egy ilyen kis palánk is, amire Barthnak az egyik alter egója is föl van matricázva, El Barto feliratot kapunk rá, és egyébként ez a kis gördeszka egészen jól siklik ebben a kis ívben, és hát végül ismét egy Ned Flanders tulajdon, mégpedig ez a kis grill sütő, amit egyébként narancssárga és sárga alkatrészekből kellett főleg összeépíteni, föl lehet nyitni a tetej, és láthatjátok, hogy bizony már 2 virsli azért sül benne. A kiegészítők tárháza végül ezzel a Homer Simpson autóval fejeződik be, hát ami eléggé kartoonira sikerült, eléggé rajzfilmes autót kaptunk, 6 stát szélességű, úgyhogy a régi Speed Champions-os autók arányába teljesen beleillik, természetesen megkapta azt a jellegzetes rózsaszín színét, nézzétek meg az elején, a rendszám pontosan ugyanaz, mint amivel a rajzfilmben is találkozunk vele, sőt még az a megtört eleje is látszódik rajta. Homer, hát a főcímben is látszódik, hogy elég sűrű neki megy egy-két dolognak, ezáltal ezen az autón is ez egész szépen be van mutatva. Haladván tovább a hátsó részéhez látható, hogy természetesen működő ajtókat kapott, úgyhogy a Speed Championsokkal ellentétben itt működnek az ajtók. Hát kb. 3 darab minifigurát bele tudunk ültetni, viszont egyből a legérdekesebb rész az, hogy nyitott a teteje. Na most a filmben, a sorozatban egyáltalán nem nyitott tetejű ez az autó. Ez azért kellett, mivel Marge-nak akkora hajalkat része van, hogy nem férne bele. Úgyhogy másnak a haja kilóg az autó tetejéből, úgyhogy ezt így kellett megoldani, ami nekem így egyáltalán nem tetszik, őszintén szólva, hogyha más figurával képzelték volna el, nem Marge-ot kell beletenni, hanem csak Homert, hiszen általában csak Homer járkál el ezzel az autóval, vagy a gyerekeket még berakni, akkor be lehetett volna fejezni normálisan a tetét. Nekem úgy egy picivel jobban tetszett volna, de megértem, hogy miért is döntöttek így, és hát végül elérkezünk a hátsó részéhez, ahol a hátsó épített fényszórókat kapunk, ugyanúgy a rendszámot matricával kellett felragasztani, és még a csomagtartót is fel tudom nyitni, és nézzétek meg, a csomagtartóban ismét egy kis referencia. Itt van ez a radioaktív alkatrész, ami hát ismerős lett, ugyanúgy a főcímből.
Ezek után végül is érkezünk az épületünkhöz, ami kegyetlen jól sikerült. Hogyha akár egyetlen egy részt láttatok ebből a sorozatból, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy az épületet föl fogjátok ismerni. Gyakorlatilag egy az egyben pontosan ugyanúgy néz ki, mint ahogy a mesében is találkoztunk vele, csak nézzétek meg kívülről is, nagyon jól néz ki például a bejárat része is azokkal az íves ablakokkal, amit egyébként 4 kicsi ablakelemmel kellett megépíteni mind a két oldalon. A bejárat fölött is ugyanúgy ott van az a kis ív, amit a filmben is láthattunk, vagy a sorozatban. A tetején itt van ez a kis antenna, ez is nagyon jellegzetes a sorozatra, és egyébként itt vannak ezek a kis zöld bokor részek, ezek is hasonlóan néznek ki, még az ívük, még a szögük is nagyon hasonlóan van összeépítve, mint ahogy a mesében is látható. Egyébként itt az oldalán található a garázs, aminek az ajtaját természetesen föl tudjuk nyitni, és figyeljetek oda, az autóval simán bele lehet állni, szóval az autót el tudjuk rejteni, működőképes, úgy használhatjuk, ahogy a valóságban is ezt megtervezték, vagy legalábbis ahogy a sorozatban is láttuk. Ennek az oldalán is láthatok egy kis növénykerészt, ez is egészen jól néz ki. És hogyha megnézzük az épületünk hátulját, akkor azért észrevetitek, hogy ez a hátsó része azért hát nem lett annyira részletesen kidolgozva, viszont hát a mesében sincs annyira kidolgozva, úgyhogy szerintem eléggé valósághűre sikerült, legalábbis a mese univerzumához képest. Nézzétek meg az ablakokat, nagyon jó kis építési megoldások, ugye snot technikát látunk itt is, oldalra kellett építkezni, kifejezetten jól néz ki, és hát itt a konyhánál van még egy kis teraszrész, ahova akár ezeket a kis napágyakat is be tudjátok tenni, és hát végül itt az oldalán látható, hogy egy viszonylag nagyobb kéményt is kellett építeni, és már itt árulkodhat, hogy itt bizony kis bütykök lógnak ki, azok a bütykök azért kellettek rá, hiszen ezt az egészet ki tudjuk nyitni, és bele tudunk nézni a belsejébe. És hogy ez hogyan is működik, ezt nagyon könnyen be tudom nektek mutatni, de még mielőtt ezt megmutatnám, azért arra is fölhívnám a figyelmeteket, hogy a tetőt így egy az egyben le tudjuk venni. Láthatjátok, hogy az alja nincsen annyira részletesen kidolgozva, de nem is az a lényeg, hanem hogy így egyben le tudjuk venni mindenhonnan a tetőt. És ezáltal nagyon könnyen bele tudunk nézni az épületünkbe, és így én is nagyon könnyen be tudom nektek mutatni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó megoldás volt Legoiktól, hogy ezt ilyen megoldással csinálták meg, hogyha leveszitek róla a tetőt, akkor gyakorlatilag bele tudtok nézni az egész épületünkbe. Először is, hogyha szét akarjátok nyitni az épületet, el kell távolítani a garázst. Na most a garázsnak hát 4 darab pin fogja oda az oldalához, és nagyon nehézkes levenni ezt a részét. Sajnos sok esetben, amikor próbálom levenni róla, akkor egy kicsit így megtörik a hátsó része. Úgyhogy ezt itt szerintem egy kicsit túl erősre is szabták, ami szállítási szempontból nagyon jó, hiszen egyben föl tudjátok emelni az egészet, viszont amikor szét szeretnétek húzni, akkor sok esetben hát az oldala leszokott törni a garázsnak, de ezen kívül igazából olyan probléma nincsen vele. És hogyha már le is vettem, akkor szerintem nézzük is meg a garást egy kicsit közelebbről. Látható, hogy itt az oldalán egy hatalmas nagy boltív van, ugye itt mennek be a főépületbe. Itt van ugye a garázs kapu, amit még mindig föl tudunk nyitni, látható, hogy itt van bent a kocsi, de az oldalára is kellett különböző kiegészítőket rakni. Van egy kék színű kis asztalka, egy kis munkás asztal, a másik oldalon pedig található a különböző szerszámok, Homérnak a szerszámait kellett odaépíteni. Haladván tovább az épület belső kialakítását is meg tudom nektek mutatni, hiszen ugye szét lehet nyitni ezt az egész házikót, viszont ahhoz még egy alkatrészt el kell távolítani, a tetejéről le kell venni a kémény tetejét, hiszen ez biztosítja az egészet, és hát utána lényegében viszonylag könnyen szét tudjuk venni, és akkor így meg tudjátok nézni, hogy milyen kis kiegészítő garmada van itt felsorakoztatva, úgyhogy szerintem nézzük is meg, hogyan néz ki belülről. Szóval először is, hogy a főbejáraton bejöttök, akkor erre a világos kék színű kis részre juttok el, ahol az egyik oldalán található egy lila színű zongora, matricázott kis kottával, és még egy kis ülőke is van hozzá, oda az egyik minifigurát akár le is tudjátok ültetni. Még a másik oldalán ennek a szobának, hát a főcímből gyakorlatilag a legjellegzetesebb részt vehetitek észre, ugye ez a főcímben mindig folyamatosan változik, és ezt a részt ebben a LEGO készletben is bemutatták egészen jól, hiszen ott van a kanapé a főcímből, megtalálható porszívó is, ami nagyon jellegzetes erre a sorozatra, és hát ők mindig tévét néznek, ugye hát elég régen indult a sorozat, és hát a Frinci és Franci show látható matricával fölragasztva. Egy nagyon kis okos építésről van szó, hiszen itt is a LEGO alkatrészeket oldalra kellett építeni, úgyhogy itt is egy snot technikát kapunk, sőt még egy matricázott szőnyegünk is van erre a világos kék részre felrakva, és az oldalánál még egy kis komód is észrevehető egy telefonnal a tetején, és hát itt van ez a rózsaszín lépcsősor, ami fölvezet a következő szintre, amit majd mindjárt mutatok is nektek, de innen azért még a konyhába is el tudunk jutni, és itt már látható is, hogy a
a színek egyből megváltoznak, padló teljesen más színeket kapott, kék és sárga Lego alkatrészekkel kellett beleépíteni, egyébként itt látható, hogy ez a köríves ablak a konyhában is folytatódik, és hát természetesen különböző konyhás kiegészítők vannak ide felsorakoztatva, hatalmas nagy kredenc, különböző kiegészítőkkel, különböző konyhai kiegészítőkkel van telepakolva, és egyébként a másik oldalán látható, hogy egy kivehető asztalka is be van rakva, kék színű asztalka, két poárral a tetején, és négy darab narancssárga székecskével van kiegészítve, ugyanolyan talapzat van itt is, mint a másik oldalon, és hát igazából itt folytatódik a konyha, hiszen ugye szét lehet nyitni az épületet, és ezáltal, hogyha össze lenne csukva, akkor ez pontosan egybe passzolna. Itt van a tűzhely, itt van a mosogató, és ott is van még egy kicsi szekrény, különböző kis edény kiegészítőkkel, ami kifejezetten jól nézett ki, és hát ezek után most már meg tudjuk nézni a felső szintet is, hiszen a felső szinten is azért egészen jó kis kiegészítők vannak. Ugye itt vannak a szobák, szereplőink szobái, ezt is ugye félbe képzeljétek el, hiszen ugye, hogyha kinyitjuk, akkor az egész szoba szerkezet gyakorlatilag félben elválik. Az egyik oldalon látható Lizának a szobája, nézzétek meg, kék színű kis szekrénykét kapunk, még egy nagyító is van rárakva, és természetesen egy hatalmas nagy ágy, kettő darab komóddal, nagyon színes ágyról van szó, és egyébként ezt is könnyen ki tudjátok venni, hiszen azt is a két jumper fogja oda, úgyhogy igazából ezt könnyen el tudjátok távolítani, de meg tudjátok nézni a szobájának a másik részét is, hiszen ez tartozik egy kis fésülködő tükör is, hozzátartozó asztallal és a kamerával, ami ugyanúgy ismerős lehet az intróból, sőt még van egy dolgozat kiegészítő is egy egészen jó jeggyel, és egy poszterrel is találkozhattok a falon, ami az a jellegzetes szaxofonos kiegészítő. Közvetlen mellette található a fürdőszoba, be tudunk nyitni, és nézzétek meg, főleg fölülről tudom ezt nektek könnyen bemutatni, nagyon pici helyről van szó, és mégis telpakoltak mindenféle érdekességgel. Van itt egy kis mosdórész, van egy tükör, van WC. Legóik imádják a WC-ket, sőt még budipapírt is találunk ott, és még egy álló zuhanyzó is be van ide nekünk készítve. Kifejezetten jól sikerült, és hát a másik oldalon, hogyha följöttünk itt a lépcsőn, a rózsaszín lépcsőnél, képek a falon, papírról is megírva különböző képeket kellett fölragasztanom, de látható, hogy keep out felirat, Bart szobáját is meg tudjuk nézni, sőt ezt a részt egyébként egy az egyben el tudjuk távolítani. Ezt úgy oldották meg, hogy így le lehessen venni a felső részről, és akkor így sokkal könnyebben hozzá lehet férni egyébként a nappali részhez, de hogyha ezt leveszitek, akkor meg tudjátok nézni, hogy a keep out ajtó mögött bizony Bartnak a szobáját rejtették el, ropi bohóccal a falon, itt van ugyanúgy egy kék szekrény, az a baseball sapka, amit Bart szokott hordani, és hát ott van az íróasztala is egy kis székkel, Radioactive Man képregénnyel, falra tűzhető kis kiegészítőkkel és egy kisebb ágyal mellette ugyanúgy egy komóddal és egy lámpával, és akkor ezt így egy-egyben el lehet távolítani, úgyhogy szerintem ez egy kifejezetten jó megoldás volt, és hát végül elérkezünk a fő hálószobába, homérék, ahol alszanak, itt is van egy giga nagy ágy, zöld színű szőnyeg van mindenhol, kettő komód található az oldalán, és egyébként a másik végében még megint a kis ágya is megtalálható. Összegezzünk tehát, srácok! Ez a közel 10 éves készlet egészen remekül bemutatja Homériknak a házát, gyönyörűen ki van dolgozva, legalábbis kívülről, viszont ha megnézitek a belsét, azért látható, hogy nem egy mai készletről van szó. A szobák berendezése és a szobák kirészletezése azért messze nincs ott, mint a mai modern készleteknél, úgyhogy ez egyértelműen észrevehető rajta, sőt, hát ne felejtsük el a rózsaszín autót, azt azért a mai modern időkben már egyáltalán nem így építették volna meg, szerintem azt normálisan befejezték volna, nem egy ilyen félmegoldást kaptunk volna, viszont minifigura felhozatalból még mindig meg ez a készlet, tele vagyunk kiegészítőkkel, és hogyha igazi Simpson család rajongók vagytok, akkor nagy valószínűséggel ez a készlet már megvan nektek. Ha most szeretnétek megvásárolni, akkor azért nagyon óvatosan vele, hiszen ez már egy egészen ritka készlet, és hát egészen durván el van már ennek is szállva az ára. Nos, srácok, hát ez lett volna a 2023-as év utolsó készlet bemutatója. Remélem tetszett ez a 2023-as év is velem. Hogyha ez így volt, akkor a lájkokat a videóról ne felejtsétek el. Esetleg, hogyha még nem vagytok feliratkozva, tényleg ne felejtsétek el. Rengeteget tudtok vele segíteni a csatornának, és most pedig irány a komment szekció, mondjátok el a véleményeteket ezzel a készlettel kapcsolatban. Mi pedig találkozunk a jövő évben is. Szevasztok!